Június utolsó vasárnapján ismét Adniók kupa, immár a 13. és ezúttal Lovasberényben. A szervezők visszatértek a gyökerekhez, és ismét a kisállatokon kívánnak segíteni. Az Adniók kupa bevételével az Animal Rescue Team-et támogatják majd, akik egyebek mellett kisállatmentéssel foglalkoznak. Eleve ugye az Adniók kupa alapítása az emiatt történt valamikor régességen, hogy a kisállatokat támogatni, aztán ebbe jött bele az, hogy vannak más olyan támogatnivalók is, ami talán magasabb célt szolgál, de mivel hogy továbbra is ez az alap, ezért maradtunk abban, hogy minden évben legalább egyszer lesz egy olyan, amikor a kisállatoknak a megtámogatása, tehát nekik élelmiszer és egyéb dolgoknak a juttatása lesz a cél. A 13. Adniók kupát Lovasberényben 10 csapat részvételével tartják meg, de a labdarúgókon kívül sok más támogató is az Adniók kupa baráti kör alapítvány mellé állt, ezért is tudják már a torna szervezői most, hogy legalább 1 millió forinttal fogják támogatni az Animal Rescue Team-et. Továbbra is nagy a támogatottság sportolók részéről. Itt kiemelném a jégkorongosokat, tehát ők azok, akik nagyon-nagyon sok felajánlást tesznek, nagyon sok dedikált messzt juttatnak el hozzánk, és van néhány olimpikonunk, aki beszállt ismét ebbe a körbe, tehát innen Székesfehérváról is az öttusából, sőt karatéka is van. A kiválasztott Animal Rescue Team 2017 óta segít a bajba jutott állatokon, az elmúlt bő 5 esztendőben, ezt már több százszor meg is tették Fejér megyében. Mi már több éve magánszemélyekként a csippolvasás kutyákban, megtalált kutyákban, ami mint fő tevékenységként indultunk. Későbbiekben ezt bővítettük, mivel a sorsukra nem hagyhatjuk a csip nélkülieket, tehát a befogadások, illetve kölyök, cicakutya cumisztatások, ezek, amiket most már elég gyakran csináljuk, illetve a vadmentésnél is ugyanúgy, ugye az elárvult vadak cumisztatása. Most már elég széles körűen csináljuk a dolgokat állatmentés terén. Az Adniók kupa baráti kör alapítvány nem csak az Animal Rescue Team tevékenységét segíti majd a befolyt összeggel, de az alapítvány megalapításához is hozzájárulnak majd. A 13. Adniók kupán június 26-án a baráti kör közelmúltban elhunyt oszlopos tagjáról, Kovács Péterről, vagy hogy a legtöbben ismerték, Balúról is megemlékeznek majd.